Legkevesebb 28 ember meghalt, amikor egy turistákat szállító busz felborult a Portugáliához tartozó Madeira szigetén Canicó közelében. A település polgármestere az egyik helyi tévének azt mondta, képtelen szavakkal leírni a történteket, és nem tud szembenézni az emberek szenvedésével. Filipe Sousa hozzátette, a buszon csak német turisták utaztak, az ugyanakkor egyelőre nem egyértelmű, hogy az összes áldozat az utasok közül kerülte ki. A busz ugyanis egy domboldalról leborulva a közelben található házaknál állt meg. A szerda késő délután 7:30 körül történt baleset okát egyelőre nem tudni.